Amit ma itt hallottunk, amiről Wittner Mária beszélt, az a horror történetek horror történetei közül is a legfélelmetesebbek közé tartozik. Én most nem szeretném, ha ezt megismételnénk, hiszen aki kíváncsi rá, úgyis végignézheti a CÖV TV műsorában ezt az egész estét. Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy mint egykori halálra ítélt, mint az 56-os ügy elkötelezett harcosa a mai napig. Mit szól ahhoz, hogy manapság egyre többen próbálják semmissé tenni, kisebbíteni, sőt, ismét ellenforradalomnak minősíteni mindazt a hősi küzdelmet, ami 56-ban történt? Ezen már nem mérgelődöm, majd eldöntik a végítéletnél, hogy 56 mi volt. Hogy önfeláldozó, hazaszeretett harca volt, vagy pedig az árulóké. Ezen változtatni ők nem tudnak. Túl sok minden került már napvilágra. Túl sok igazság került erre, és túl sok volt az áldozat. És nem beszélve arról, hogy hiába tüntettek el egy csomó dokumentumot, minden dokumentumot nem tudnak eltüntetni. Az igazság előbb-utóbb napvilágra kerül. És mindig az igazság fog győzni a hazugság felett. Csak mond nem vagyunk biztosak, hogy az új generációkat egyáltalán érdekli az igazság. Majd fogja érdekelni, ha benő a fejük lágya. Majd amikor őket is éri az igazságtalanság, nehogy azt higgyék, hogy őket hinton fogják vinni tovább egész életükön keresztül, tévednek, meg fogják kapni a maguk pofonját ők is. Amikor ma diktatúrát emlegetnek, akkor elég lenne csak visszautazniuk az időben, mondjuk 1953-ig, vagy 54 elejéig. Vagy akár 45-ig. Mert szerettem volna 56 előtt ilyen diktatúrában élni, ami most Magyarországon volt, van, mert akkor nem lett volna soha forradalom. Úgyhogy ők pedig jó lesz, ha elkezdenek gondolkozni, hogy merre is tart az ő életük, mert a végidő az hamar elkövetkezik. Csak ők nem hisznek benne, mint ahogy nem hisznek az igazságba, úgy nem hisznek az isteni törvényekbe sem. Pedig azokat a saját bőrükön fogják érezni majd. Most, október 23-án, hiszen ez a megemlékezés is a forradalom kitörése napjáról szólt, milyen gondolatok forognak a fejében? Mert gondolom mindig ez a dátum az az ön életében egy egészen kiemelt, egészen különleges napnak számít. Hát... Nekem az egész évennek számít, mert velem élnek. Velem élnek, és a gondolataimban ott vannak örökké. Még a Kádár rendszerben is. Csak egyedül emlékeztem a szobám mélyén. Életemben egyszer sírtam egy évbe, október 23-án, de azokat a könnyeket senki nem látta.